közös a célunk, a város lakóinak védelme, és ez egy olyan közös cél, amiért érdemes együttműködnünk. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhádváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket a Tűzoltók Védőszentjének napja alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlésen. A polgármester beszédében kiemelte, hogy Bonyhád településének történetében a tűzoltás, a tűz elleni védekezés szervezett formája több mint 140 éve van jelen. Balázs Gábor, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, hogy minden évben valami évfordulóhoz, valami jeles eseményhez kötik a helyszínválasztást. Idén a megyében nem volt ilyen, de okkal adott Bonyhád teret az ünnepi eseménynek. Az ország több mint 650 tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesülete közül 2021 évben a legjobb eredményt elérő önkéntes tűzoltó egyesület, így az év tűzoltó egyesülete a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület lett. A dandártábornok ünnepi beszédében köszöntötte a megye valamennyi tűzoltóját, majd a tűzrendészet múltját elevenítette fel, ezután került sor az elismerések átadására. Értékelnünk kell azokat, akik valamivel mást, valamivel többet tesznek a társaiknál, és olyan hozzáállást tanúsítanak, amely figyelemre méltó. Nagyon sok, több mint 30 kitüntetés és díj kerül átadásra, amelyet vagy a Hivatásos Katasztrófa Védelmi Szerv, vagy pedig a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség fog átadni. A Tolna megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyutalmát vehette át 30 éves szolgálati viszonyának elismeréseként Folkman Norbert, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, aki a megalakulása óta aktív tagja a Tűzoltó Egyesületnek, és mint mondja, egy jól összeszokott csapattal látják el a feladatokat. Körülbelül olyan 30-32 fővel rendelkezik most az Egyesület, ebből olyan 10-12, aki állandó vonulós, és tudunk rájuk számítani. Az állománygyűlést a Mecsek Nádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltózenekar és a Kránclány Néptánc Együttes műsora, valamint Füleki Zsófia szavalása színesítette.